A mai részben a kereskedelmi egységben betöltött munkakörökről lesz szó. Ugye a munkakörök, ugye a gazdasági szervezet legkisebb egysége, az a munkakör. Elvégezendő feladatok felsorozása, szervezetben elfoglalt helye a munkavállalónak, ez a munkakör. Ugye van hatáskör és felelőssége a dolgozónak. Tehát a hatáskör irányítási és döntési jogkör. Ugye ki utasíthat kit? Ez a irányítási és döntési jogkör. Illetve a felelősségnél ö, három pont van, amit érdemes átbeszélni. Tehát ugye hatókör és, ö, hatáskör és felelősség. Ugye az van a munkagörön belül. De akkor tényleg most beszélek akkor a felelősségről egy pár mondatot. Tehát... Ö, a felelősség, tehát a ránk bízott feladatokat a legjobb tudásunk alapján el kell végezni. És ugye az adott területen lévő eszközökért is felelősséget kell, hogy vállaljunk. Harmadik pedig az anyagi felelősség. Ugye ezt a munkaszerződésbe rögzítik. Ha írásba foglalják ezeket, akkor ugye munkaköri leírás. Tehát azt is kell adni a munkáltatónak, bár az nem kötelező munkakörű leírás. De általában szoktak adni. Munkakörök. Ugye a munkakör függ a vállalkozás méretétől, alapterületétől és ugye a tevékenységétől. Milyen üzlethálózata van ugye? Általánosan akkor beszéljünk a kisboltról és a áruházról. hogy ott milyen munkakörök vannak, tehát a kisboltnál van a boltvezető, Ugyan, amit itt látunk. U, alatta a boltvezető helyettes, utána meg a resortosok, úgy hívják egyébként őket, tehát az eladók, és ők a felelősek a, re a reszortért. Tehát egy sorért például édességosztályért, vagy gyümölcs gyümölcsosztályért. Tehát attól függ, hova a munkakörbe mit vesznek bele, hogy, hogy, miért felel. Tehát, hogy milyen reszort felelő. Tehát az eladók azok magyarán reszortosak is. Általában. Meg vannak sima eladók, akik nem felelnek semmiért, nincsen sorok, semmiük, csak azért vannak, hogy a pénztárba legyenek. Most beszéljük meg, hogy a nagyáruháznál milyen munkakörök vannak. Tehát a kisboltot megbefeszélyeztük, ugye a boltvezető, boltvezető helyettes, reszortosok és az eladók. Ugye a nagyáruházak, meg ugye úgy jönnek, hogy áruházigazgató, ágazati vezetők, Osztályvezetők vagy területi vezetők. Az alatt vannak ugye a főpénztáros, pénztáros, vevőszolgálat és az árufeltöltő. Tehát a nagyáruházakban így működik ez a hír és egyébként elfelejtettem azt, hogy magának ott az osztályvezetőnek, vagy, vagy ott a boltvezetőnél, ugye megemlített, megemlíteni azt, hogy ő az, aki az üzletet kinyitja és bezárja. Tehát ő egy úgynevezett kulcsos. Ő nyit, ő zár. Ugye nagy áruházakban ez az osztályvezető végzi, kis áruházakban, tehát kisboltban pedig boltvezető helyettes végzi ezt a kulcsos feladatot. Tehát ő nyitja ki az üzletet, ugye a főbejáratot, ahol jönnek be a vásárlók, és ő is zárja be. De beszéljük át még egyszer, hogy mindenkivel megragadjon, hogy a kisboltnál és a nagyáruháznál milyen munkakörök vannak. Tehát ugye kisboltnál boltvezető, boltvezető helyettes, reszortosok, és az eladók. Nagyáruháznál ugye áruházigazgató, ágazati vezetők, osztályvezetők, főpénztáros... Pénztáros, vevőszolgálat, árufeltöltő. Na akkor most beszéljünk is a feladatokról. Kezdjük a boltvezetővel. Tehát a boltvezető feladata mi lehet? Az üzlet zavartalan működtetése, az ő feladata még az árurendelés, a kapcsolattartás a partnerekkel, beszállítókkal, területi képviselőkkel. Ugye a boltvezető feladata még a létszám és munkaerő gazdálkodás, tehát munkaerő felvétele is, a szakmai folyamatok megszervezése, koordinálása és ellenőrzése. Az A boltvezető feladata még az elszámoltatás, tehát dolgozó elszámoltatása a pénztárossal. A, a boltvezető feladata még a készletek kezelése, készletgazdálkodás, és ő engedélyezi még a leértékelést is illetve a selejtezést, a visszárut és a leltárt, és a bolt közötti átadást. Azt mind a bolt vezetővel engedélyeztetni kell. Illetve a bolt vezető kezeli még a vevői reklámációkat is, illetve még az ő feladata a csapatépítés, hogy hozzon létre egy jó közösséget, ahová mindenki örömmel megcsinálja a munkáját, és elvégzi a feladatát felelősség pontosan és precízen. Adminisztráció, nyilvántartások, kimutatások készítése, ez mind még az ő feladata, illetve a választék kialakítása és a polsztükör is az ő feladata. A szezonális áruk tervezése is a boltvezető feladata, illetve az üzlet vagyon, vagyonvédelmének a megszervezése. Az még szintén a munkakörébe tartozik. Boltvezető-helyettes feladatai Ha nincs boltvezető, akkor ő tölti be a boltvezető feladatait. Ő adja le a rendelést is, általában a helyettesek szokták. Ő is veszi át az árut. Ő szervezi meg a munkafolyamatokat. Eladói feladatokat is ellát. Tehát a boltvezető-helyettes, ugye eladói, akár még pultba is megy, tehát ilyen beugró szerepköre van, illetve ha nincsen boltvezető, akkor a boltvezető helyettes minden feladatát elvégzi. Eladó és pénztáros feladatai. Általában már egybe van ez a munkakör. Ugye főleg a nagy áruházaknál, vagyis, illetve a közepes áruházaknál, tehát a szupermarketeknél, tehát ott az eladó és a pénztáros általában egybe van. Úgyhogy beszéljünk most az eladó pénztáros feladatairól. Tehát az eladó pénztáros feladata az árufeltöltés, az árazás, akcióváltások lebonyolítása, vevői kiszolgálás, minőségmegőrzési idő ellenőrzése. Ugye főleg ott, főleg ott, nagyon fontos, ahol ők a reszortosok, tehát ők a felelősek, az adott rábízott területen egy árér. Például hűtőosztály, tehát amikor hűtött termékek felelnek, vagy a tejtermékekkel például, vagy a zöldségnél, vagy kávéknál. Tehát ott ellenőrzik a minőség megőrzési időt. Területükhöz tartozó készletek ellenőrzése, ugye ez a következő. Rendelési javaslatot tehet. Leértékelésre szintén tehet javaslatot, csak azt a boltvezetőtől kell kérni. Bolt takarítása és tisztántartása még szintén az eladó pénztáros feladata. A raktár rendezése szintén az ő feladatuk. Az áru válogatása, illetve az ellenérték elszámolása és a pénztárosi feladat, ami ugye egyértelmű, és első, de nem utolsó sorban ugye elszámol a bevétellel. Tehát el kell számolnia, hogy a kasszánál milyen bevételek folytak be. Illetve milyen kedvezményeket, milyen kuponokat váltott be, hiszen ő felelősséggel tartozik a munkájáért. Tehát az eladó pénztáros nem csak egész nap a Pénztárban ül a közhiedelemmel ellentétben, hanem árut, tölt, akciók, akciókat bonyolít le, áraz, kiszolgál esetleg a húspultban, hogyha úgy van, a területükhöz tartozó készletet ellenőrzik, és még a bolti takarítást is ők csinálják. Tehát egészen a bolti eladóhoz kell fizikai erőnlét. Tehát muszáj, hogy fizikai kondícióban legyünk, és bírjuk a terhelhetőséget, mert akkor, akkor sajnos nem lesz jó nekünk ez a munkakör. És meg így beszélnék néhány mondatot a létszámgazdálkodásról. Így utolsó sorban. Ugye ez is a boltvezető feladata, tehát ez a boltvezető, vagy osztályvezető, vagy áruházvezető feladata. Tehát kereskedelmi vállalkozás tevékenysége általában. A bolt bevétele, forgalma az is a létszámot befolyásolja. Tehát függ a tevékenységtől. Hogy milyen széles az áru kínálat, stb., hogy hány ember kell illetve milyen versenytársak vannak, tehát konkurencia jelenléte is számít. Idény vagy szezon, vagy más néven ünnepek. Tehát egyébként ünnepekkor sokkal több emberre van szükség, hiszen sokkal jobban viszik az árukat, tehát a kirakott termékeket, és ezért jó nagyobb ütemben is kell ő, kirakni is őket. Tehát több áru érkezik be, több megy ki, és ezért nagyon sokat kell tölteni ünnepek alatt. Ugye a létszám még függhet ugye a nyitvatartási időtől, hogy meddig van nyitva az üzlet, hány műszakra van szükség esetleg. Függhet még az alapterülettől, hogy mekkora az az áruház, hány ember kell. Függ még az értékesítési módtól, mint például hagyományos kassza van, akkor több az emberi szükséglet, de például önkiszolgáló pénztár van, 10 kiszolgáló pénztárhoz remek egy kasszás. Tehát, hogy mondjam, akkor kevesebb emberre van szükség, tehát hogyha önkiszolgáló pénztár van. Tehát az értékesítési mód esetleg. Tehát a választéktól is fog, tehát az áru választék. Szélese a kínálatom, vagy szűk a kínálatom? De általában ilyen Idény vagy szezonális ünnepeknél diákokkal, illetve diákokkal szoktak diákokkal oldják meg ezt a többletforgalmat. Tehát, hogy felvesznek diákot, például árut pakolni. És akkor nem kell egész évre fizetni egy embert, hanem egy diákot kifizeti arra pár hónapra, aztán viszlát. mert utána már nincs rá szükség. Tehát a bár többi évben akkor mit csináljak azzal, ugye, a plusz emberre? Tehát mindenki gondoljon bele. Ha én most fölveszek a ünnepek alatt egy plusz embert állandóra, akkor egész évben mit kezdjek vele, amikor amúgy is a meglévő létszám az átlagos forgalmat le tudja bonyolítani. Tehát, tehát a megnövekedett forgalomra meg elég egy diák. Ami addig van, amíg. A még tényleg magas a forgalom, aztán utána meg ugye víz nem kell tébét füzetni, meg semmit. Tehát a létszámgazdálkodás. A létszámgazdálkodáskor nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Úgyhogy remélem hasznos volt, és érthető volt, úgyhogy további jó tanulást kívánok.